hány szem? 26, és akkor majd a számlák is ide menjenek. Igen. Hát ide oda fogok érni ez a számot. Ez a hölgy már az új irodában tudta elintézni a hulladék gazdálkodással és szállítással kapcsolatos ügyeit. Szabolcs-Szentmár-Bereg megyében a THG Kft. És az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Végzi a hulladék gazdálkodással kapcsolatos ügyeket. Az előbbinek a Bokréta utcán, az utóbbinak pedig a Bencz úr téren van irodája, és sokszor az ügyfelek sem tudták pontosan, hogy az adott problémával melyik szolgáltatóhoz kellene fordulni. Ennek kiküszöbölésére elindult a két cég társulása, amelynek első lépése egy közös iroda kialakítása volt. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. És a térségi hulladékgazdálkodási Kft. Fúziójáról döntöttek az illetékes testületek, mind a hulladékgazdálkodási társulás, a megyei hulladékgazdálkodási társulás, de Nyíregyházi önkormányzata is erről döntött, és majd az érintett önkormányzatok nyilván, akik érintettek, ugyancsak remélhetőleg így fognak dönteni. És ezt az egyesülést szimbolizálja tulajdonképpen ez az a közös ügyfélszolgálati iroda. Budapest után ez lesz a második legnagyobb társulás az országban, amelyet már most példaként emlegetnek a szakemberek. Az új irodában mindkét cég ügyfeleit kiszolgálják, és a tényleges egyesítést követően is itt fogadják a lakossági panaszokat. A legtöbb probléma orvosolható, kivétel a készpénzes fizetés. Gyakorlatilag a hulladék közszolgáltatás valamennyi problémáját vagy elintézni való ügyét el tudják itt intézni, például tulajdonosváltás átvezetése, szüneteltetés, ingatlanok szüneteltetése. Azért mondom ezeket a fontos dolgokat, mert általában ebből vannak a problémák. Egy dolgot biztos, hogy nem fognak tudni elintézni, készpénzes fizetés ebbe az irodánkban nem lesz. Ettől függetlenül, hogyha valaki bejön mondjuk, hogy mennyi a számla egyenleg és ki szeretné egyenlíteni, akkor csekket tudunk adni, ami postán be tudja fizetni a kért összeget. Az új iroda központi helyen, az Univerzum üzletházban található, amely a jól megközelíthetősége miatt a kényelmi szempontoknak is megfelel.